A magyar férfi kézilabda válogatott már javában készül a júniusi szlovénok elleni világbajnoki selejtezőkre. Jubomir Vranjes szövetségi kapitány megfiatalított csapatába meghívót kapott egy régi arc, Illyés Ferenc is. A nagy visszatérő Tatabányán kérdeztük az eddigi közös munkáról. Amikor én válogatott lettem, akkor olyanok játszottak, mint a Mezei Ricsi, a Bendó Csabi, a Rosta Miki, Kertész Balázs, Pászor István. Olyan embereket tudok felsorolni, akik tényleg meghatározói voltak a magyar kézilabdának. Csoknyai István is visszajött egy mérkőzésre, egy selejtezőre, a Skalicki visszahívta, hogy segítsen a csapatnak, kb. Olyan helyzetben vagyok most én is. Mert hogy a most Tatabányán játszó átlövő Illyés Ferenc tavaly ősszel már félig meddig elbúcsúzott a válogatottól, de Jubomir Vranjes szövetségi kapitány visszahívta, hogy rutinjával, tapasztalataival segítse a megfiatalodott férfi kézilabda válogatottat. Az április elejé siófoki felkészülési héten és az azt lezáró tornán, az Ausztria és Brazília elleni felkészülési mérkőzéseken már rengeteg haszna volt, hogy visszatért. A védelemben olyan ember kellett, aki sokat beszél és menet közben is, munka közben is a többieket irányítja. Én gondolom, hogy azért is kerültem most újra be a keretbe, mert ez Tatabányán azt gondolom, hogy nagyon jól működik nálunk, és a Matics mester jó kapcsolatot ápol a szövetségi kapitánnyal, és gondolom ezt ők megbeszélték, hogy egy ilyen emberre lenne szükség. A tabellán jelenleg harmadik Tatabányánál folyó szakmai munka elismerése, hogy Sipos Adriánra, Juhász Ádámra és Székely Mártonra is számított a kapitány. Így velük könnyebb volt az együttműködés Illyés Ferencnek, de a többi fiatal játékost is többé kevésbé jól ismerte a válogatottban. Fiatalok nagy részével én együtt játszottam már, ismerem őket. Van egy-két ember, aki tényleg friss a keretben és új. Ővel még nem játszottam együtt, de ők is nagyon gyorsan felvették a ritmust, és könnyebb úgy dolgozni, hogyha valaki folyamatosan motiválja őket mellettük, és konkrét utasításokat ad védelembe, hogy hova álljanak, hova menjenek, mikor lépjenek ki. Én azt gondolom, hogy jól dolgoztunk ezen a héten. Mindkét felkészülési mérkőzésen 22 gólt kapott a magyar csapat, ez bizonyíték a hasznos közös munkára. De Illyés Ferenc szerint ez csak a kezdet volt. A szlovénok elleni június 9-i idegenbeli VB-selejtezőre, majd a június 13-ai veszprémi visszavágóra minden területen fejlődnie kell még a csapatnak. Ez egy fiatal csapat, nagyon sok olyan játékos van, akinek 10-15 válogatottsága van még csak, és olyan is van, akinek csak 1-2. Ezen a héten nagyot léptünk előre védelemben, és ez meg is mutatkozott a két mérkőzésen. Hozzáteszem, hogy sem az osztrák válogatott, sem a brazil válogatott nem képviselt olyan erőt most, ami nagyon mérvadó lenne a szlovénok ellen, de ha azt nézem, hogy hány gólt kaptunk mind a két mérkőzésen, akkor jó úton járunk. Bízik benne, hogy a védelemben fejlődhet még a csapat a szlovénok elleni meccsekre, továbbá ott van még a támadás oroszlán része is. Hátra maradt még a támadás, amit nem is volt igazán időnk átvenni, mégis voltak jó megmozdulások, de abban még nagyobb potenciál van, azt gondolom, ott nagyon sokat többet tudunk megfejlődni a nyárig. Vagyis gőzerővel zajlik az építkezés a megfiatalodott hazai válogatottnál, amelyben sokan nem hittek az évelei EB után, és ami a tatabányai átlövő szerint egyáltalán nem használ a csapatnak ebben a komoly építkezésben, ami most zajlik. Nagyon rosszul esett nekem az Európa-bajnokság után, hogy sokan leírták ezt a csapatot. Sokan olyan emberek is, akik ezt a csapatot támogatni kellene, azok is leírták, hogy fiatalok, hogy nincsenek vezérek, de hát azt mondom, ez normális, tehát tényleg megtörtént egy generációváltás, de van ebben a csapatban. Ebben a csapatban azt gondolom sokkal nagyobb lövőerő van, mint a korábban volt az én generációmnak, de védelemben talán nem olyan erősek. De a védelmet meg lehet tanulni, és akarattal lehet kárpótolni sok mindent. És szükség is lesz arra az akaratra, mert a 2017. januári franciaországi világbajnokság bronzérmeséről van szó. A két csapat legutóbb a 2015-ös katari világbajnokság selejtezőjében találkozott egymással. Akkor Veszprémben a magyarok győztek 3 góllal, a velenyei második meccset viszont a szlovénok 6-tal nyerték, így ők jutottak tovább. A szlovénok rohanós kézilabdát játszanak, az irányítóik elképesztően gyorsak, remek védelmük és eredményes támadó játékuk van. Az együttes a gyors indításokban is erős. Nem lesz könnyű ellenük. Én azt gondolom, hogy ha elől stabilak leszünk támadásban, és nem dobáljuk el a labdákat, nem lesz sok technikai hiba, akkor nem tudnak ránk rohanni, és ha ezt nem tudják megtenni, akkor tudunk majd cserélni, tudunk fölállni egy 6-os falas védelemre, és akkor van esélyünk. Hogyha nagyon sokat hibázunk elől, akkor ez a szlovén nagyon gyors csapat, lerohannak minket, az ellen nehezebb már felkészülni.
De Illyés Ferenc szerint a magyar válogatottnál megkezdett munka bizakodásra adhat okot, és reméli, a továbbiakban is segítheti a magyar válogatottat. Lehet ezt a fiatal csapatot motiválni, és jó úton indultunk el a siófoki összetartáson. Én bízom benne, hogy a nyári szlovén selejtezőre is behív majd a szövetségkapitány.